újabb videó, amiben most a végjátszást szeretném megbeszélni veletek. Hát az végül is nem így van. Na de mindegy. A lényeg az, hogy ugye a Far Cry végén azt mondom, hogy ti fogjátok kiválasztani azt a játékot, ami végig lesz játszva. És már is összeírtam azt a listát. Összesen 41 játék van, amit végig szeretnék játszani egyelőre, de ez még lehetne több is. De jó pár játékot nem írtam ki. A 41 játék ott három különböző platformra van sorolva, PC-re ez egyértelmű, Game Boy Advance-re és Nintendo Entertainment Systemre. Nos, azt mondom, vágjunk bele a kettő úgymond csonka játékra, a kettő másik platformra. Miközben nem csonkák, szóval ez így hülyeség volt, na mindegy. Szóval Game Boy Advance, a Pokémon Fire-et gondoltam. Szerintem, ha azt mondom Pokémon, senkinek semmit nem kell mondanom, egy nagyon híres anime. És egy baromi hatalmas világa van ennek a játéknak. És arra gondoltam, hogy miért ne játszhatnám végig. Nem vagyok annyira nagy fanja a Pokémonnak, de azért az első két generációval úgy még nagyjából el vagyok, de a többivel nem próbálkozom, szóval hallottam, hogy minden hány generációja van a Pokémonnak most már, és én inkább azt mondtam, hogy nem. Nintendo-ra pedig a Super Mario Brothers japán kiadását gondoltam. Nem valami komoly, de azért egy gamernek egy igen fontos mérföldkő, a Super Mario Brothers. Na PC-re, hát itt lesznek játékok bőven. Kezdődben van a Trabi Racer, aki ismeri a Need for Rush-ra nevezetű játékot, ez is körülbelül ugyanez, annyi különbség, hogy Trabantokkal. A már várható játékok a GTA 3 és GTA Vice City. Ezeket sem kell remélem bemutatnom. Amnézia, szerintem ez se. Prisoner of War, ez egy jobb fogoltáboros játék, amit a Codemasters készített 2002-ben. Nagyon jó játék, nekem tetszik, és nagyon... és nem olyan egyszerű, szóval el lehet vele lenni. Van itt azért stratégiai játék is, Command & Conquer Generals. Command & Conquer sorozat egy első játék, amivel játszottam. Érdekes számomra ez a sorozat. Szeretnék több játékával játszani, például a Red Alert sorozattal, de egyelőre még nem jutottam odáig. És a Generals azt szívesen végigjátszom nektek. Egyik kedvenc játékom a Pokoli Szomszédok 1 és 2. A többi Pokoli Szomszéddal egyáltalán semmit nem akarok foglalkozni. Ezek a Pokoli Szomszédok játékok, ez igen családbarát, ilyen törjünk borsot arra a másik embernek játékok, szóval ezeket a játékokat kifejezetten szeretem. Egy nagyszerű platformer, rózsaszín páros kalandjai, van róla egy gameplay, ha érdekel titeket, megtalálhatjátok a csatornám. Bad Boys 2 Miami Takedown, ha jól tudom, ez egy PlayStation 2-es port. Ha nem PlayStation 2, akkor valaminek a portja, ha jól emlékszem. Semmi köze a filmhez. De viszont egész jó játék, habár van néha egy-kettő érdekes húzása. Nosferatu, nem tudom, hogyan kéne értelmesen kimondani, ha valaki tudja, az súgja meg nekem. Alcíme The Wrath of Malachi. Ez egy horror játék, és igen, különleges horror játék, ugyanis mindig változik a pálya. Az a lényege végül is amúgy, hogy meg kell mentenünk a családtagjainkat egy vámpír lakta kastélyból. Nagyon nem egyszerű, de amennyit játszottam vele, az nagyon tetszett nekem. Half-Life 1, szerintem erről se kell túl sokat beszélnem. Half-Life-ot, aki nem ismeri, az szégyelje magát, és ismerje meg, mert szerintem az egy mondhatni kultuszjáték. Outlast, egy nagyon jó kis horror, ez is végigjátszásra kerülhet. Flatout 1, avagy 2, hát ez egy... autóversenyzős játék, de mondjuk ez nem igaz, hogy versenyzős, mert van benne néha ilyen minigémek. De úgy nézzük, az tényleg valóban autóversenyzős játék. A Need for Speed sorozat is itt van, annak is három tagja, az Underground 2, a Most Wanted, persze a régebbi, és a Carbon. Ezzel a hárommal szeretek inkább foglalkozni, és leginkább ezeket is szeretem. Meg hát persze a Ránt,
De arán az a helyzet, hogy ezzel a gépen felvenni örültség. Meg hát ott van a Word is, amit szeretek, de egyszerre utálom is. Ja, ez azért, mert pay to win, ezért ez az egyetlen oka, ami miatt utálom. Meg hát persze, és ha belegondolok, még több oka van most így, ha belegondolok. De a lényeg az, hogy nem lenne rossz, hogyha azok a hibák kirennek javítva. Vagy egyszerűen készítek róla bemutatót. Mik ezek? Age of Mythology, egy baromi jó stratégiai játék. Mitológia és stratégiai játék. Ez egy nem egy rossz dolog, sőt nagyon jó, hogy még a mitológiát nagyon szeretem. Már csak ezért végigjátszerem. Mesterlövész, így van. Freddy által bemutatott csodás játék. Ami mondjuk egész szórakoztató. Metro 2033, na hogyha ez a játék végigjátszásra kerülne, lenne egy különlegessége, mégpedig az, hogy van szerencsém, és itt van nálam a Metro 2033 könyvem. Ezzel most nem azt akarom mondani, hogy hú, most én kemény gyerek vagyok, hanem ebben a könyvben van egy Metro térkép, és össze tudnám hasonlítani a játékkal, hogy most hogyan menne, meg ilyesmi, mert rengeteg mindenben különbözik a játék a könyvtől, persze ez várható volt, és összehasonlítám így a kettőt. Megmondom nektek őszintén, spoilerezni fogok, a könyv az jobban tetszik nekem, mint a játék. De a játékkal sincsen semmi bajom. Return to Castle Wolfenstein. Baromi jó játék, ez is. FPS. És vannak benne érdekességek. Nekem tetszik. Dead Space, egy horror játék. Erről is van videó. Halloween-i külön kiadást készítettem róla még 2 éve, és csuda jó játék. Ebben a Halloween-i videóban mondtak az első reakció, ha érdekel valakit nézze meg. Mark of the Ninja, egy remek lopakodós játék, és elég nehéz is tud lenni, de ettől függetlenül egy próbát mindenféleképpen megér. Mirror's Edge, ez egy nagyon jó kis adrenalin bomba, ha mondhatom ezt. Szórakoztató, gyors, pörgős, és valószínű szarakodni fogok vele, hogyha ezzel fogok játszani. Medal of Honor, és annak is a 2010-es verziója, és nem is verziója, hanem változata. Hát, most tudom, hogy arról kéne beszélni, milyen játékok vannak, és miket kéne végigjátszolom, és néha kitérek más játékokkal is, de ez sem lesz külön. Az a baj az új Medal of Honor-ökkel, hogy nagyon próbálnak újítani. Szóval nem is inkább újítani, hanem lépést tartani a nagyobb címekkel, például a Call of Duty vagy a Battlefield. És az a legnagyobb baj vele, hogy nem tud. Próbál, de nem tud. Ez is körülbelül valahol a jövőben játszódik, a közeli jövőben. Szóval tudom, hogy azt kéne mondom, milyen játékok vannak, de ezekre mindenféleképpen ki akarok térni. Személy szerint nekem ez a véleményem. És próbál, de egyszerűen nem tud. Annyi hibája van, hogy unalmas. És így elég nehéz végigjátszani. Szóval, amikor először végigjátszottam, kb. 5-ször kellett leülnöm egy nem is olyan hosszú játékhoz. Persze itt vannak régebbi Medal of Honor-ok is, például a Medal of Honor Elite Assault. Ezeknek a kiegészítői is végigjátszásra kerülhet, de ez rajtatok függ. Xenoclash, belső nézetű verekedős játék, meg harcos, ilyen harcolós, küzdő, igen, küzdő, ez a legjobb szó rá, küzdő játék. Ez is jó. Ja, meg kifejezettem, hogy van Medal of Honor Pacific Assault. Szerintem az egyik legjobb Medal of Honor az egész sorozatban, nekem ezt tetszik a legjobban. Portál 1, szerintem ezt se kell ragoznom. Skyrim, igen, ez egy baromi hosszú és nagy játék, de nagyon. South Park Stick of Truth, hát ez egy csodálatos játék, így a Skyrim után ez egy baromi jó választás. Anomaly Wars on Earth, hát ezt szerintem nem sokatok ismerheti. Nos, ez egy stratégiai játék, és annak is a különleges fajtája. Röviden tömören annyi a játék története, így van a Föld, megjelennek idegenek. Most először is megjelenik egy anomália. Az anomália, azt úgy lehet elképzelni, hogy mindenféle cucc esik le, és mindenféle furcsaságot művel, és két anomália jelenik meg, bocsánat, hogy most így keverek.
Egyik megjelenik, azt hiszem, New Yorkban, a második megjelenik Tokióban, és a lényeg az, hogy az anomáliák ilyen nagyobb hajókat rejtenek, idegen hajókat, és elfoglalják a környező területeket. És az a feladatunk, hogy ezeket elpusztítsuk. Ennek az a különlegessége végül is, hogy mi határozhatjuk meg, persze az úton ez zárható volt, viszont úton kell mindenféleképpen mennünk, és ennek az útvonalat mi határozhatjuk meg. Úgymond ilyen szűkített stratégiai játék. Meg no, értelmesen be kell helyeznünk a egységeinket. Szóval egy igen érdekes játék, és folyamatosan megy. Szóval nincs megállás. Az egységeink mindig menni fognak. Prince of Persia, Sands of Time. Ezt is végigjátszom. Megszeretem a Prince of Persia-t. Mass Effect, az a vicces, egy Mass Effect-tel sem játszottam, meg rengeteg minden játékkal nem játszottam, pedig sokan játszottak is velem, meg egész szomorú szóval. Például Assassin's Creed-tel sem játszottam, egyen sem. És ez elég égő dolog, szóval. Itt van már, kint van a Black Flag, sőt, meg az Unity is kint van, hagyjuk már, hülye vagyok. Azt most ugye elfelejtettem. Az Unity is kint van, meg a Roach. Az is kint lesz hamarosan PC-re. Tony Hawk American Wasteland, szerintem az egyik legjobb Tony Hawk. Nem tudom, nekem a régebbiek nem tetszenek annyira. Sokan mondják, a régebbieket dicsérik, és ezt utálják. Nem tudom, kinek mi ízések és pofonok, nekem ezt tetszik. Nem tudom, valamiért jobban tetszik, mint a többi. Burnout Paradise, na ennek a végjátszása érdekes, mert végül is annyiból állna, hogy az összes versenyt megcsinálom. Ez egy nem egy egyszerű művelet, de ebből állna. Five Nights at Freddy, hát igen. Szerintem ezt se kell túl sokáig ragoznom, és Gun. Ez egy western játék. A Gun. Igen, open world. És szerintem egy baromi jó kis játék. Nekem tetszik. És ennyi lett volna a 41 játék. Eléggé ki vagyok fáradt, mondjuk így fáradt vagyok. Na és mit kell tennetek? Hogyan lehet szavazni? Baromi egyszerű. Annyit kell tennetek, hogy a leírásba, szép podcast. Szóval a kommentbe leírjátok, milyen játék legyen végigjátszva, és a videó publikálása után egy hétig tartani fog ez, és az egy hét után pedig elmondom, melyik játékot fogom végigjátszani, amelyik a legtöbb szavazatot kapja értelemszerűen. Rendben. Ennyi is lett volna talán ez a videó, remélem élveztétek. Köszönöm szépen a figyelmet, én Kex voltam, találkozunk egy másik videóban, addig is,